don't dream. And you can't hold me. Looks one is back to the old me. Debreceni Egyetem kutatás. Első nap. Reggel. Első cigi. Lássuk. Only mad when I'm drunk or I'm zoning. Other dudes mad cause they know that I own it. Yeah. You think I didn't notice all the pictures that you posted? Gramming the poses, gramming my hand. Semmi extra élményem nincs ezzel kapcsolatban. Nem lett jobb tegnap óta. Ja, reggel. Szem. But the memories here and there. A dupla sluk az még nem az igazi. Miért nem szóltuk, hogy szarul el? Oh. Kezdődik a nyál. Nyáladzás. Arra jöttem rá tegnap. Olyan szar ez a pattintós anyám kínja. Hogyha nem az elején pattintom el a mentolt, na most kezdek el szédülni. Ha nem az elején pattintom el a mentolt, akkor a végén már nem szabad, mert olyan borzasztó erős mentol ízt dob rá a meleg füstre, hogy kibírhatatlan. Semmi élményem nincs. Ha csak azt nem tudom élménynek nevezni, hogy folyamatosan köpök. Mondjuk azt, hogy így mutatom az első letudva. Na bejöttem a... Kezdődik. Bejöttem a második cigiből, teából még maradt egy kevés. Fú, pusztulat büdös a kezem. Van valami cukormentes cukorka itt az asztalon, amiből egyet bekapok azért, hogy hát ha elveszi ezt az iszonyat, a büdös szagot a számból, ami a kezemen is tapasztalható. És ez ma még csak a második szál cigi. A reggeli első cigaretták tapasztalata az, hogy az elsőnél megszédültem, ahogy lehetett is látni. A második már ilyen szempontból jobb volt, de ezeket a hangzatos fasságokat, amiket a dobozra írnak, ezt kurvára senki ne higgye el, lófasz. És ez csak a második, kéne még ma legalább 15. Azt vettem észre egyébként, hogy a tegnapi naphoz képest, amikor fölébredtem, már az agyamban volt a nikotin iránti vágy, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam, de az, amit megszoktam évek alatt, hogy fölkelek, elintézem magam a fürdőszobában, és utána gőzölök, ez kilőve. Tegnap is volt ilyen hát élményem, ha lehet ennek mondani. Este, mikor befejeztem a videót, ugye azt mondtam, hogy 9 ciginél tartok, utána még volt egy Join the Resistance adás, ahol élőben durrantottam el még egyet, és utána még lefekvés előtt még egyszer rágyújtottam, úgyhogy a tegnapi mérleg az 11 volt, tehát plusz 2 a mai
naphoz, illetve a tegnapi naphoz. Ma pedig kettőnél tartok. Töltöm fel a tegnapi videót, és folytatódik a kanossza járás. Úgyhogy találkozunk még sajnos sokszor egy hét alatt. Vége van az első napnak. Levonom a konklúziót a mai napról. Az első teljesen és egészében csak cigarettával végrehajtott nap volt. 19 szál lett a vége, és tegnap még a videó felvétele után 2 szálat szívtam el. Valamilyen szempontból talán könnyebb, nem érzem már az ízét, valamilyen szempontból pedig nehezebb, mégpedig kezdenek eltűnni az ízek, amit az előbb mondtam, hogy a ciginek nem érzem az ízét, viszont minden másnak sem. Tehát az ételek íze is kezd eltűnni, az orrom folyamatosan folyik, a cigarettázás közben folyamatosan köpködök, mint egy kocsis. Undorító, a nyelvem alul folyamatosan ilyen maró, csípő érzést ad nekem vissza, dohányzás közben főleg. Ma már voltak olyan rágyújtások, amikor Facebook élőben bejelentkeztem, és akkor egymás után eltoltam 3 szál cigit, de úgy gondolom, hogy az egyet mindenféleképpen, 2 is el tudok szívni egymás után, a 3 már határeset volt, és 2-nél is már éreztem, hogy kezd a szervezetem ellenreakciókat üzenni nekem, szédültem, folyamatosan krákognom kellett, úgyhogy semmiféleképpen nem tudom azt mondani, hogy a cigaretta egyre jobban ízlik. Nem érzek semmi különbséget a tegnapi naphoz képest ilyen szempontból. Ugyanolyan szarnak érzem egy feladatnak, amit meg kell oldani, és majd a végén a kutatás szempontjából jobb lesz. Úgyhogy ennyi lett volna az első nap. If there was a dream, if there was a place without sorrow, if there was a dream, if there was a place without tomorrow morning, will you take my hand?